Egy internetes képmegosztó portálon az utóbbi évek folyamán kialakult egy régi fotográfiák szerelmeseiből álló virtuális közösség, melynek tagjai nagyon szép és gazdag képanyaggal rendelkeznek többek között bécsi műtermekben készült portrékból. Így adódott, hogy létrehozták a Wiener Walzer kiállítást, amely most a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban tekinthető meg. Az ötletet a Debrecen Egyetem könyvtárában lévő egyik kotta adta, aminek az a címe, hogy Wiener Ball Fotografien Walzer. Ebben több kis karakterdarab van, és egy-egy fotográfia adta tulajdonképpen az ötletet a szerzőnek, hogy ilyen karakterdarabokat fűzzön egymás mögé. Úgyhogy igazából ez az egyetlen kotta, ő adta az ötletet, és aztán az Ausztria gyűjtemény munkatársával közösen találtuk ki, hogy fotográfiákat és régi kottákat egyesítsünk a kiállításon belül, és csináljunk fotónagyításokat is, tablókat is, és így egy ilyen komplex kiállítással emlékezzünk meg erről a csodálatos korszakról, ami az igazi békebeli hangulatot tudja a mai nézők elé is varázsolni. A rendszerváltás után osztrák könyvtárak jöttek létre Kelet-Közép-Európában. Gyűjteményeket, központokat hoztak létre. Osztrák vonatkozásban, hogy hogyan kapcsolódik a kiállításhoz ez a kulturális misszió, arról Lakfalviné Szögedi Gabriella beszélt. Könyvtárhoz kapcsolva jött létre egy gyűjtemény, ahol nem csak könyvek vannak, hanem kulturális rendezvények, nyelvoktatás, és ez adja a magját annak, hogy egy intenzív kapcsolat alakuljon ki, mind a bécsi központtal, mind azokkal a könyvtárakkal, amelyek a volt monarchia területén alapultak, vagy amiket így alapítottak az elmúlt évtizedekben. 1986-ban jött az első könyvtár létre Krakkóban, és 2015-ben, most a legutolsó Zágrábban. A debreceni könyvtár a 27. volt ebben a sorban 1993-ban. A kisvárdai könyvtár 1900-as évek előtti gyűjteménnyel tette érdekesebbé a kiállítást. Olyan anyagot állítottak össze, ami nem csak Kisvárdán, hanem megyeszerte érdekes lehet. Mivel ebben az időben leginkább a személyeket fényképezték, ezért szolgabírókról, bírókról, országgyűlési képviselőkről készült képekkel készültek. Az általam hozott képek a Kisvárdai Városi Könyvtárnak a helytörténeti gyűjteményéből származnak. Ellentétben a kiállítótársakkal én nem magágyűjtőnként vagyok itt, hanem a Városi Könyvtárnak alkalmazottja vagyok a helytörténeti részlegben, és hát már 20-30 éve vásárolom a részét a kiállított anyagnak. Általában hozzá tudunk férni különböző áveréseken, sok cég foglalkozik ezzel, de magánszemélyek is hoznak be, illetve hát magánszemélyektől is vásárolunk pénzért. Van, aki természetesen ingyen felajánlja, ha látja, hogy mi megőrizzük azt az anyagot. A kiállításon megjelennek a századforduló táján népszerűvé vált vásári bádok gyorsfényképek és a fényképek tárolására készült díszes fotóalbumok. Emellett a korszakra szintén jellemző keringőláz dokumentumaként bemutatják a korabeli kőnyomatos bécsi kiadású kottákat is. A gyűjtemény március 28-ig tekinthető meg a könyvtár hivatalos nyitvatartási ideje alatt.